megszámlálhatatlan életet ontott ki és álmot szakított szét, az első és második világháború hősei előtt tisztelettek. Már fény nélkül is kiválthatjuk gyógyszereinket, elindult az elektronikus egészségügyi szolgáltatási tér és az e-recept. Jön az Újpest, a Béresen rangadóval folytatja a női bajnokság küzdelmeit. Jó estét kívánok, Önök a JET.tv híradóját látják, Horváth Szabolcs vagyok. Megszámlálhatatlan életet ontott ki, és megszámlálhatatlan álmot szakított szét, emlékeztetett Békés alpolgármestere az első és második világháborúra. Az elesett honvédekre és a mártírokra emlékeztek Békés városában minden szentekkor. S vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmatra. A két világégés mártírjai előtt áldással és imádsággal emlékeztek Békésen. Az ünnepi beszéd előtt D. Nagy Bence színész mondott verset a honvédek emlékére. Vád nélkül széttekingetek majd vertségek és diadalmak földjén, hogy a káoszból harsos igét halljak, vagy harsos igét én hallassak. A két világháború megszámlálhatatlan életet ontott ki, és megszámlálhatatlan álmot szakított szét, mondta Kálmán Tibor, aki arra emlékeztetett, hogy a háború legyen az győztes vagy vesztes, egyszerre választja el és köti össze az embereket. Méltó és fontos tehát emlékezni áldozatainkra, köztünk azokra a békési emberekre is, kikre a neve itt olvasható. Méltó, hiszen itt ma Békésen sincs köztünk senki, kinek családját így vagy úgy ne érintette volna a nagy háború, sokunk elődei nyugszanak jelölt vagy jelöletlen sírokban a ma már csendes csatatereken. Ha szabadságért csak egy íznyi, mint halálig talpon állok vívni. A városvezetők, a helyi intézmények és civil szervezetek képviselői koszorúkkal fejezték ki tiszteletüket az első és második világháborúban elhunyt hősök emléktáblájánál. A megemlékezés végén a jelenlévők gyertyát gyújtottak a honvédek emlékére. Minden szentek és halottak napja a katolikus ünnep, de ezekben a napokban felekezettől függetlenül mindenki megemlékezik elhunyt hozzátartozóiról. Ezen a napon sokan gyújtanak mécsest és keresik fel szeretteik sírját. Egymás után érkeznek a hozzátartozók a Békés Csabai Ligeti katolikus temetőbe, hogy gyertyát helyezzenek szeretteik sírjára. A 47 éve temetőgondnokként dolgozó Csáki János elmondta, fokozottan figyelnek az ilyenkor jelentkező veszélyekre. Hozzátette, a temető soha nincs zárva, mindig nyitva áll a látogatók előtt. Szerdára esik most a halottak napja, ilyenkor már előtte is jönnek. Nem a halottak napja, akkor ilyenkor már csak gyertyát gyújtani fognak jönni. De a vidékiek azok már elintézték, azok már nem jönnek. Úgyhogy ilyenkor már kevesebben várhatóak, mint ha szombat-vasárnap esett volna. A virágárusoknak nem kedvező, hogy idén az ünnep hétköznapra esett, mivel vannak, akik már hamarabb meglátogatták a sírokat, sokan pedig csak a következő hétvégén jutnak el a temetőkbe, így az üzletek árukészletéből sok virág kárba vész. Ez is nagyon változó. Most, hogy így széthúzódott, meg a másik, hogy hát jó az idő, tehát ilyenkor most lent vannak az árak, már a pózantént illetően. Halottak napja környékén megugrik a lopások száma. A statisztikák szerint sok tolva ilyenkor kifejezetten az időseket veszi célba. Éppen ezért a rendőrség nagyobb létszámmal járja a temetőket, parkolókat, hogy a sírkertekbe látogatók biztonságba tudják értékeiket. Több betörés írható a számlájára annak a 44 éves budapesti férfinek és 37 éves öccsének, valamint két társuknak, akik előzetes letartóztatását kezdeményezte az orosházi járási ügyészség erőszakkal elkövetett lopás büntette miatt. A nyomozás adatai szerint a banda több betörést is elkövetett április közepétől. A gyanúsítottak közül hárman már voltak büntetve hasonló bűncselekmények miatt, sőt, jelenleg is több eljárás zajlik ellenük. A Békéscsabai Járásbíróság nyomozási bírója 30 napra rendelte el a gyanúsítottak előzetes letartóztatását.
Biztonság terén Dél-Békés felülmúlja Nyugat-Európát, mondta a Dél-Békés országgyűlési képviselője kedden Orosházán. Simonka György a Fidesz frakció vezetőjével, Halász Jánossal közösen tartott sajtótájékoztatót a soros tervvel kapcsolatos nemzeti konzultációról. Ezt követően a politikusok lakossági fórumot tartottak. Habár Dél-Békés hatalmasat fejlődött az elmúlt években, bizonyos szempontokból nem érheti utol a nyugat-európai városokat, mondta a térség országgyűlési képviselője. Simonka György szerint Magyarország még biztonságos, de a jelenlegi helyzet félelmet szül Nyugat-Európában. Ez mind azért van, mert olyan emberek telepedtek le ezekben a városokban, főleg nagyvárosokban, akiktől félnek az ott élő őslakosok. Ettől én szeretném megmenteni mind Magyarországot, mind Békés megyét, mind Dél-Békést, és ezért kell kiállnunk a kormány álláspontja mellett, minél többünknek ki kell tölteni a nemzeti konzultációs hívet, és ellent kell mondanunk a soros tervnek, ezzel is támogassuk a kormány küzdelmét, Orbán Viktor küzdelmét Brüsszelben. A fórumon Halász János kiemelte, a Fidesz azért indította el az új nemzeti konzultációt, mert kíváncsi az emberek véleményére. A szóvivő hozzátette, a soros terv részeként sok százezer vagy milliónyi migráns érkezhet Magyarországra, ami tönkretenné hazánk kultúráját. A soros tervet a brüsszeli bürokraták is végre akarják hajtani. Az utóbbi hetek történései mind-mind ezt igazolják. A nemzeti konzultációval megerősíthetjük a kormányt abban, hogy az a Magyarországot és egyúttal Európát is védő migránspolitika, amit mi követünk, az a fontos és az a jó út, ehhez kérjük az emberek támogatását. Meg akarjuk védeni Magyarországot, Magyarország biztonságát, és azt szeretnénk, ha Magyarország Magyarország maradna. A politikus arról tájékoztatta az érdeklődőket az orosházi fórumon, hogy a konzultációs kérdőívek várhatóan jövő héten érkeznek meg a térségbe. Ezeket november 10-éig minden háztartásba eljuttatja a kormány. A kitöltött papírokat november 24-éig lehet visszaküldeni. Biztonságosabbá, gyorsabbá, kényelmesebbé és költséghatékonyabbá válik az egészségügyi ellátás, állítják a szakemberek. Novembertől ugyanis elindultak az elektronikus egészségügyi szolgáltatási tér szolgáltatásai, köztük az e-recept. A szakemberek elmondták, várták az új rendszert ugyanis, nagymértékben megkönnyíti majd a munkájukat. Ez már ott van a központi adatbázisban, és a gyógyszerész is látja, hogy én ezt felírtam. Az egyik Békés Csabai házi orvos éppen azt mutatja, hogyan is működik az e-recept felírása. November 1-én indult el az új elektronikus egészségügyi rendszer. A szakemberek elmondása szerint az új digitális tér nagymértékben elősegíti majd az egészségügyi dolgozók munkáját. Pontos képünk lesz a betegeinknek a vizsgálatairól, a más helyen felírt gyógyszereiről, amit eddig nem mindig tudtunk áttekinteni, és így viszont pontosan tudjuk, hogy hol milyen gyógyszert kapott, elkerülhetők a fölösleges gyógyszerírások, elkerülhetők a esetleges káros interakciók, hasonló hatású gyógyszerek párhuzamos felírása, párhuzamos vizsgálatok elvégzése. Az elektronikus egészségügyi szolgáltatási tér összekapcsolja az összes egészségügyi ellátót. A rendszer funkciói biztonságosabbá, hatékonyabbá és kényelmesebbé teszik a betegek ellátását. Tehát az e-recepthez a felírási igazolás formailag megegyezik a hagyományos recepttel, annyi különbség van, hogy középen is megjelenik egy vonalkód, amit a gyógyszerész be tud olvasni. A másik újdonság, hogy már vén nélkül is kiadhatók a felírt tabletták. A betegeknek csak annyi dolguk lesz, hogy igazolják személyazonosságukat a gyógyszertárakban, például e-személyigazolvánnyal, vagy tajkártyával és hagyományos személyigazolvánnyal. Vén nélkül jön el a gyógyszertárba, és a gyógyszertárban a személyigazolványa és a tajkártyája alapján le tudjuk kérni a térből az adatait, le tudjuk kérni azokat a gyógyszereket, amelyeket az orvos felírt neki. Akinek már e-személyi igazolványa van, hogy nyilvánvalóan, hogyha rátetette a minden igazolvány számát, tehát a tajkártya számát is erre az e-személyre, akkor egy személyi igazolványa már a gyógyszeréhez hozzá fog tudni jutni. Az egészségügyi dolgozók többsége már várta az új rendszert, amihez nagy reményeket fűznek. A Békés megyei gyógyszerészkamara elnöke azonban leszögezte. Idő kell ahhoz, hogy ők is, a betegek is megszokják a változásokat.
A Linamár Békés Csabai Röplabda Sportegyesület csapata rangadóval folytatja a női bajnokság küzdelmeit. Szombaton a szintén jelentős változáson áteső Újpest érkezik a városi sportcsarnokba. Molcsányi Ritáék egy győzelemmel és két verességgel zárták Mariborban a Közép-Európai Liga első fordulóját. A címvédő játékán még látszódott az összeszokatlanság, de a szakmai stáb hasznosnak ítélte a mérkőzéseket. Az együttes egy pihenő nap után folytatta a munkát. Nagy Eszter, az Európa-bajnoki résztvevő magyar válogatott játékosa az elmúlt 4 hétben Békés Csabán edzett és segítette a csapat felkészülését. A klub a szezon végéig szóló megállapodást kötött a 26 éves center játékossal. Számomra nagyon fontos ebben a szezonban, hogy technikailag fejlődjek, és Alberto mellett szerintem ez teljesen adott. A nyáron ugye rengeteget dolgoztunk együtt, és úgy érzem, hogy sokat is fejlődtem. Meg hát persze amellett ugye Magyarország egyik legjobb csapata. Az itteni szurkolók és az itteni közönség olyan lendületet tud adni itt a csapatnak, meg az egész város, az csapat mögött van, ez az óriási dolog, ez az élmény itt lenni. Nagy Eszter még kisebb sérüléssel küzdik, de reménykedik abban, hogy ott lehet a pályán az Újpest elleni bajnoki rangadón. A fővárosiak szintén átalakított kerettel vágtak neki a szezonnak, ugyanis 2 argentin és 1 brazil játékost igazoltak, mellettük pedig több magyar válogatott kerettag erősíti a lilafehéreket. Dobi Edina szoros összecsapásra számít, de bízik a hazai sikerben. Nagyon jó meccs elébe fogunk nézni. Nagyon szeretnénk megnyerni, természetesen 3 pontot nyerni. Itthon a hazai közönség előtt reméljük, hogy ugyanolyan hihetetlen hangulat lesz, mint eddig, és reméljük, hogy teltházas mérkőzés is lesz. Nagyon készülünk rá, mind fejben, mind taktikailag, úgyhogy kemény meccs lesz, de nyerni fogunk. A mérkőzés szombaton 17 órakor kezdődik a Békés Csabai Városi Sportcsarnokban. Bagi László szarvasi származású magyar asztrofotós legújabb felvételét választották a napképének. A NASA szakcsillagászai az Egyesült Államokban az Astronomy Picture of the Day hivatalos oldalán. A fotón az NGC 891 elnevezésű galaxis és annak közvetlen környezete látható. A látványos éléről látszódó galaxis megközelítőleg 30 millió fényévnyire található a Földtől. A felvételen számtalan kisebb, távolabbi galaxis is látható. A végleges fotó 25 órányi expozíció eredménye. A híradó véget ért, ha a továbbiakban is szeretnének friss hírekkel, cikkekkel, magazinműsorokkal találkozni, látogassanak fel az oldalunkra, a behir.hu-ra. Köszönöm figyelmüket, további kellemes estét kívánok, viszontlátásra!